Gőzerővel munkálkodnak a diákok a Móric Ízvilága szakácsversenyen. A Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati intézményében második alkalommal szerveztek ilyen megmérettetést. Tavaly azzal a szándékkal szerettük volna ezt, létrehozni ezt a versenyt, hogy hagyományt teremtsünk belőle. Ez ugye a második, reméljük, hogy lesz tizedik is. Szerettük volna egy kicsit megugrani a dolgokat, hogy tágabb körbe legyen megmozgatva a szakácstanulók apraja nagyja. Így Orosházára is került a választásunk, hogy meghívtuk őket, és 200 kilométerről tették a tiszteletüket. Tavaly abból indultunk ki, hogy Móricznak a Légy jó, mint halálig című művébe a puliszka volt az egyik étel, ami megjelent, és ezt szerettük volna, gondolják újra a versenyzők. Most úgy találtuk ki, hogy a három a főfogáshoz, a leveshez, főételhez és a desszerthez meg adtunk egy-egy fő alapanyagot, amit mindenképpen fel kellett használni, a többit már minden csapatnak a kreativitására bíztuk. A kötelező alapanyag a leves elkészítésénél az alma, a főételnél a kacsamell, a desszertnél pedig a túró volt. Idén 6 csapat versenyzett, akiknek 2,5 óra állt rendelkezésükre a menüsor elkészítéséhez. Egy rozé kacsamellhez nem kell sütő. Ez pedig már a zsűrizés. A fiatalok az értékelésből is sokat tanulhattak. A szervező intézmény célja, hogy a következő versenyre már határon túli csapatok is érkezzenek. Azt tervezzük, hogy a elcsatolt területekről a határon túlra is át fogunk menni, és iskolákkal felveszünk a kapcsolatot, ugyanis van érdeklődés, hogy szeretnének ők is részt venni ezen a versenyen. Nem csak az intézmény, az önkormányzat számára is fontos a szakácsverseny. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon színvonalas szervezés, és a városnak is büszkesége ez a verseny. Természetesen is, úgy, ahogy mondtad, Békés megyéből is jöttek. Azt lehet mondani, hogy a szakképzés átalakítása, én úgy gondolom, hogy jó úton halad, hiszen látjuk azt, hogy mind felszereltségben, mind pedig szaktudásban az intézmény teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy olyan nívós szakmai munka folyik, amely a jövő mestereit fogja számunkra kitermelni. A dobogó harmadik fokára idén a csengeri csapat állhatott. Az ezüstérmesek a vásárosnaményi Lónyai Menyhért szakképzőiskola diákjai lettek, a Móric Ízvilága serlegét pedig a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc technikum tanulói vihették el.